A Delecskeváros hete programsorozat zárónapján immár hivatalosan is bemutathatta új könyvét Szöldős Imréné. A Hangyától a Hangyáig címet viselő több mint 400 oldalas könyv a Delecske és a környékbeli hangyaszövetkezeteknek és annak dolgozóinak állít emléket, valamint Szőlősi József tiszteletbeli áfészelnök életútját dolgozza fel, aki 30 évig dolgozott a Delecskei áfész vezetőjeként. A könyv bemutatóra több településről is érkeztek egykori áfész dolgozók, akik segítettek a kiadvány létrejöttében. A megjelenteket Gulyás Imre, a Delecskei áfész utódjának számító Delecskei Kóp ZRT vezérigazgatója köszöntötte. Még nem voltam 18 éves, amikor a Delecskei áfészhez kerültem dolgozni, és az első találkozásom Jóska bácsival, édesapámmal együtt volt, amikor fölmentünk hozzá, és valahogy bennem kialakult már akkor, hogy én áfész elnök szeretnék lenni. Nem kimondottan az a közeg, vagy az a látszat motivált engem, vagy ragadott meg engem, hanem elsősorban Jóska bácsának a személye, aki azóta is azt gondolom, hogy mivel meg én sem vagyok fiatal, mindenképp egyfajta példakép nekem. Amikor 2007-ben visszakerültem az áfészhoz, akkor fölelevenítettük a régi dolgokat, azokat a dolgokat, amit itt Major Imrével is az előbb elkezdtünk taglalni. Jöttek a történetek, és azt gondoltuk, hogy ezeket valahogy meg kell örökíteni, hogy tudjon róla az utánunk jövő generáció, hogy milyen értékek születtek ebben a korban, amiben mi éltünk, és milyen értékek születtek abban a korban, ahol az elődeink Szőlős Jóska bácsi élt és létrehozott. A Delecskei áfész egy alapítványt hoz létre. Ez az alapítvány folytatása lesz annak az alapítványnak, amiről Vilike néni és Jóska bácsi is beszélt már. A 90-es években a Delecskeiek baráti köre jött létre, és ez a baráti kör az önkormányzattal közösen alapított egy alapítványt, amelynek az volt a célja, hogy a delecskei jóképességű, viszont szerény körülmények között élő fiatalok ne kallódjanak el, hanem értékes emberekké váljanak. Viszont forrás ilyen miatt nem tudott ez az alapítvány sokáig működni, bezártuk, de mégis azt gondoljuk, hogy az az út, amit itt a Delecskei áfész, a Delecskei áfész élén 30 év Jóska bácsi bejárt, ez fontos, és ennek a mottóján hozzuk létre ezt az alapítványt, támogatva azokat a fiatalokat, akik reményeink szerint ezeket az értékeket majd tovább viszik az ő életükbe. Ez egy sokkal erősebb anyagi bázison működő alapítvány lenne, amiben az áfész, illetve a Delecske Kóp ZRT minden évben be fog rakni 1 millió forintot, és azt mondom, hogy nem 5-10 000 forintokat, hanem akár több 100 000 forintos ösztöndíjakkal is tudjuk támogatni a delecskei fiatalokat, akik ezeket az értékeket magukévá tudják, vagy magukénak tudják vallani, magukénak vallják. Erről is beszélgettünk Balgáster úrra, és ebben is vérjük az ő támogatását. Ezt követően városunk vezetése Bordán Szabolcs polgármester és Ás Dósa Mónika alpolgármester miatt adta Szőlős Imréné eddigi munkásságát. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ismételten így a Városnapunk záró rendezvényeként örülök, hogy ennyien megjelentek, hisz egy olyan dologról van szó, ami Delecske történelmében fontos szerepet játszik. Nagyon nagy időt ölel fel, hisz ez a 110 év, amiről beszélünk, több mint egy ember öltő. És ahogy ügyvezetőigazgató is mondta, erről beszélgettünk, hogy talán lesznek olyanok közöttünk, akik méltók lesznek arra, hogy egy 100 esztendő, 200 esztendő múlva be tudjanak kerülni egy-egy ilyen könyvbe. A Hangyától Hangyáig című könyv bemutatójára érkeztünk, mert Delecske és környékén közel 110 éves múltra visszatekintő szövetkezetek és Szőlősi József Delecskei áfész tiszteletbeli elnök munkájának emlékére írt Szőlősi Imréné, Tóth Vilma, Vilike néni, tessék meg, így nevezzem. Én Szőlősi Imréné Delecske irodalmi emlékeit gyűjti, kutatja nagyon hosszú ideje. És én erről szeretnék pár szót, és pár gondolatot megosztani, eddigi munkásságát szeretném Vilike néninek taglalni egy picit. Témában több könyvet is szerkesztett már. Első munkája Zöld Klára tanárnővel a Delecskei kézműves kör megalakulásának 10. évfordulóra készült 10 éves a Delecskei kézműves kör címmel. Azt követte 2007-ben Delecske története képekben a fénnyel írt történelem.
2008-ban adta ki a Szülőhazám Derecske, Tanko János életrajzát, a költő Derecskéről, a város szeretetéről szóló verseivel. 2011-ben Gyermekhangon címmel gyerekeknek szóló verses kifestőt készített. Majd egy éve később Tanka János egyházjellegű versei az Úr a béke címmel jelentek meg. 2016-ban Derecske irodalmi brevárium címmel adta közre 100 írónak, költőnek, amatőr írónak, költőnek, városunkhoz kötődő életrajzát és Lórukét munkáinak részleteit. Mai napon pedig a Hangyától a Hangyáig című könyve túllép Derecske határán, a régi Derecske járás 14 közösségének szövetkezeti életét mutatja be. És igen, erről kell beszéljünk, az élő történelem része vagyunk mindannyian. Babics Mihály így fogalmazott, kihaltak a görögök, a rómaiak, de emléküket, kultúrájukat fenntartotta az irodalom, a tudomány, a lelkük tovább él. A mi kultúránk is az írás által lesz maradandó, ezt viszont nekünk kell akarni és éltetni. Willike néni ennek úgy gondolom, hogy tökéletesen eleget tesz. A Hangyától Hangyáig című könyv és több mint 100 évet ölel fel a szövetkezetnek az életéből. 14 község egy bizonyos korszakban együtt élt velünk, a városunkkal, együtt dobogott a szívünk. Ahogy a könyvírója fogalmaz, és itt Willike nénitől idéznék, írásommal emléket kívánok állítani annak a több tízezer embernek, akik több mint egy évszázon át szövetkezeti munkát választották megélhetésül Derecskén és környékén. Mert nem elvisíkon, nem szólamokkal, hanem a gyakorlatban, munka által mutatták a felemelkedés útját ezek az emberek. Egymásért és önmagukért érzett felelősségük példaértékű. Derecskeváros önkormányzatának nevében köszönetemet fejezem ki Szőlősi Imréné Willike néninek, hogy szabad idejét, tudását erre a nemes célra, városunk múltjának kutatására fordítja, és újra elénk tárva segít emlékezni a rég múltra, melyből napjainkban is táplálkozhatunk. Sok örömöt, jó egészséget, töretlen alkotómunkát és alkotókedvet kívánok a további munkához. A könyv olvasóinak tartalmas kikapcsolódást kívánok, Jóska bácsinak pedig további nagyon jó egészséget. A könyv írójával dr. Bakó Endre irodalomtörténész beszélgetett az esemény során, elmondta a régóta jó kapcsolatot ápol Szőlősi Imrénével, és folyamatosan követi munkásságát. A könyvben szereplő 14 községből nagyon sok község küldöttet, hogy ezen a könyvbemutatón most jelen legyen. Nagy szeretettel köszöntöm őket Gyulától, Debrecenig, Kismarjától, Kocsaig, stb. Két nagy ünnepelt van a könyvemben. Egyik a dolgozók, több tízezer dolgozó, aki részt vett a szövetkezeti mozgalomba, a másik pedig, aki 30 évig elnöke volt ennek. Jóska, amikor 1996. január 1-től megkezdte a nyugdíjas éveit, már ő benne akkor megszületett ez a gondolat, hogy ő maga visszatekintve az életútjára, életpályájára, a térségbe kifejtett emberek, sokszor embertelen munkájára úgy gondolta, hogy ezt meg kellene írni. Jóska akkor elkészített egy tervet is, amit majd később megismertem. A tervbe, a tervnek én is része voltam, mert ismerve már akkor nekem a kultúra terén, irodalom terén végzett kutatásaimat, úgy gondolta, hogy a társadalmi, kulturális, sport és egyéb eseményeket, azokat jó lenne, hogyha ebbe a könyvbe én gyűjteném össze. Nagy örömömre szolgált, hogy szakirodalommal alaposan ellátott Jóska is, meg Imre. Jó halom könyv. Írom is a könyvem bevezetőjébe, hogy nem
az áfészt és a szövetkezet teljes történelmét akarom én, és főleg közgazdasági téren beágyazva leírni, hiszen ezt a szakírók megteszik, én kimondottan a helyi vonatkozásokat. Tehát kezdetekben azért, hogy egy könyvből, vagy a téma lényegét ki tudjam szűrni közgazdaságilag, ahhoz több könyvet el kellett olvasni, és abból megszerkeszteni egy rövidke kis fejezetet. Voltak könyvtáros látogatásaim, meg ismerőseim, akikhez úgy gondoltam, hogy segítséggel fordulhatok, és a könyvtárakban fellelhető a községek helytörténeti munkája. És ez megint nagy kincs. Én mondom, ugyanúgy Konyár, Tépe, Sárán, Pocsajesztár, Kismarja és a Hosszúpályi, Monostorpályi tudtam hasznosítani az ő helytörténeti városkönyvükbe, vagy községük életét feldolgozó kötetbe levő anyagot. Rendkívül gazdag a könyvnek a képanyaga. A kép az nagyon fontos dolog, mert az emberek többsége általában vizuális beállítottságú, és a kép az önmagáért beszél. Honnan szerezted ezt a rengeteg fényképet? Mert bárhol ütöm fel a könyvet, csoportképek, portrék, a két világháború közötti időszakból, a 50-es évekből, 60-as, stb. Ezek rendkívül fontos elemei a könyvek. Még amikor elkezdtem a gyűjtőmunkát, ismét annak a személynek a nevét mondom, aki már nincs köztünk, Csizmadia Gyula, ő a pártitkár volt a szövetkezetbe, az áfészbe, és valahogy ő kötelességének érezte, hogy ezekről a kulturális sport és egyéb eseményekről összegyűjtötte a fotókat, fotózott is. Nagyon sok fotót tőle kaptam. A KISZ élet, akkor ugye, ha itt ülnek köztünk a saját koromosztály, tudjátok, hogy nagy KISZ élet volt, versenyeken vettek részt. És a versenyeken olyanok voltak, hogy helyi, járási, megyei, országos sportba is, és sőt, még olyan is, hogy külföldre is mentek. Ezeket mind-mind finanszírozni kellett. Tehát őtőle is kaptam. Például Váci Attila dekoratőr volt, ha így a nevét mondom, neki a feleségétől még annó, ő se él már. Tőle Pesten a Népművészeti Múzeum kávézójába beszéltünk, és ott hozta el nekem az anyagot. Utána még vagy kétszer eljött Derecskére, de utána őtőle is el kellett búcsúznunk. A Hangya szövetkezet megalakulásának 25. évfordulójára megjelent egy emlékkötet, és ebben az emlékkötetben is a térségünkről nagyon sok szép fotót tudtam átvenni. A könyvbemutatón, ahogy hallottuk, jelen volt Szőlős József, aki annó felkérte Szőlős Imrénét a könyv megírására. A Dereskei Áfész tiszteletbeli elnöke is megosztotta gondolatait a könyv kapcsán. Ezt a szövetkezeti mozgalmat valamikor Károly gróf szülte meg, és világmozgalommá vált. Ebbe volt szerepe egy csekéke mozzanatban a Dereskei Áfész kollektívájának. Tessenek belegondolni, ennek a szövetkezetnek valamikor több mint 15 ezer tagja volt. Több mint 10 ezeren dolgoztak ebben a szövetkezetben önök, azok, akik tanúi ennek a múltnak. Bennem, valószínű önökben is. Mérhetetlen sok etnik születik
gomolyog, és bizonyos értelemben ez éltet bennünket, hogy van mire visszagondolni, egy kicsit büszkélkedni is van. Talán jogunk. Én nem is akarok semmit a könyvről elmondani, többet azt leírta Vilike csodálatos módon. Nem az újságokból vagy az irodalomból megismert nagyok szereplői ennek az életnek, ennek az emberi életnek és ennek a társadalomnak, a kicsik, akik a kis mozaikokat szülik, legalább olyan fontos láncszemei. A könyv bemutató után kötetlen hangulatú beszélgetés vette kezdetét az író és az olvasó között, Szőlősi Imrén és Szőlősi József pedig dedikálta a kiadványt.